A világegyetem születése és alapvető tulajdonságai. A világegyetem egy olyan lenyűgöző és hatalmas rendszer, amely magába foglal mindent, ami létezik: az anyagot, a teret, az energiát és magát az időt is. Keletkezése egy rendkívüli eseményhez, az ősrobbanáshoz köthető, amely mintegy 15 milliárd évvel ezelőtt következett be. Ez az egyedülálló pillanat nem csupán az anyag létrejöttét eredményezte, hanem megteremtette a teret és az időt is. Az ősrobbanás előtti állapotról nem beszélhetünk, hiszen maga az előtte fogalma is értelmetlen, mivel az idő akkor született meg. A kezdeti állapotban a világegyetem elképzelhetetlenül forró volt, és rendkívül erős sugárzások kezdődtek meg benne. Az első másodpercekben kialakultak az anyag építőkövei: a protonok, a neutronok és az elektronok. Az atomok legegyszerűbb formái, elsősorban a hidrogén és a hélium ekkor jöttek létre. Ez a háttérsugárzás, amely a nagy robbanás 15 milliárd évvel ezelőtti eseményének a visszhangja, még ma is mérhető. A tudósok által végzett mérések szerint ez a sugárzás körülbelül 3 Kelvin hőmérsékletnek felel meg. A világegyetemben minden tárgynak van vonzereje, azaz gravitációja, amelynek nagysága a tárgy tömegétől függ. Ez az erő tartja összes az égitesteket, ez kényszeríti a holdat a Föld körüli pályára. És ez az erő tartja a bolygókat a nap körüli keringési pályájukon, a gravitációs vonzóerő sokkal nagyobb távolságban is kifejti hatását, mint más erők. Napunk például olyan erős gravitációs mezővel rendelkezik, hogy képes megtartani a tőle akár több milliárd kilométerre keringő égitesteket is. A világegyetemben számos különleges égitest található, köztük a kvazárok, amelyek valószínűleg galaxisok rendkívül fényes központi részei. Ezek az objektumok olyan hatalmas energiát bocsátanak ki, hogy a világegyetem legtávolabbi objektumainak tűnnek. A tudományos megfigyelések szerint a fény nem sokkal az ősrobbanás után kezdett el terjedni, és egyes elméletek szerint csak a fekete lyukakban halmozódhat fel akkora energia, amekkorát a kvazárok kibocsátanak. A csillagok életciklusa is egy lenyűgöző folyamat. Minden csillag hidrogénből és más gázokból álló porfelhőként kezdi létét, a gravitáció hatására ez az anyag elkezd összehúzódni, és ahogy sűrűsödik, a központi mag felmelegszik, amikor a hőmérséklet elér egy kritikus értéket, beindul a magfúzió, és megszületik egy új csillag. A csillagok méretüktől függően különböző ideig élnek, a mi például körülbelül 5 milliárd éves, és még ugyanennyi ideig fog világítani, mielőtt vörös óriássá alakulna. Az emberiség folyamatosan fejleszti az eszközeit a világegyetem megfigyelésére. A modern rádioteleszkópok és űrtávcsövek segítségével egyre mélyebbre látunk a kozmoszba, és egyre többet tudunk meg a körülöttünk lévő univerzumról. Ezek az eszközök lehetővé teszik számunkra, hogy olyan távoli objektumokat is megfigyeljünk, amelyekről a fény több milliárd év alatt ér el hozzánk. Így tulajdonképpen a múltba tekintünk vissza, amikor ezeket az égitesteket vizsgáljuk. A csillagok típusai és életciklusuk, a csillagok rendkívül változatos égitestek, amelyek évmilliárdokon keresztül alakulnak ki és pusztulnak el, a mi napunk például körülbelül 5 milliárd éves, és még ugyanennyi ideig fog működni, mielőtt elkezdődne haldoklásának folyamata. A csillagászok számításai szerint még 5 milliárd évig fog változatlanul ragyogni, mielőtt jelentős változásokon menne keresztül. Jelenleg egy önálló csillag, de léteznek kettős csillagok is, amelyek két egymás körül keringő csillagból állnak, sőt ismerünk hármas és többszörös csillagrendszereket is. A legnagyobb csillagokat szuperóriásoknak nevezzük. Közöttük találjuk az Antareszt, amelynek átmérője 330 szorossára nagyobb, mint a napé. A szuperóriások igen kis sűrűségűek, méretben azonban lenyűgözőek, utánuk következnek az óriás csillagok, amelyek átmérője tíz 10 vagy 100-szorosa a napénak. Ezek kis sűrűségűek, de nem annyira, mint a szuperóriások. A látható csillagok közül a legtöbb, köztük a napunk is, a fősorozati, közepes nagyságú csillagok közé tartozik. A fősorozat legkisebb csillagai a vörös törpék, a törpe csillagok másik csoportjába kisebb csillagok tartoznak, mint a fősorozatiak, ezek a fehér törpék, amelyek körülbelül a föld nagyságával megegyező méretűek, és nagyon halványak, nagyon nagy sűrűségűek, egy köbcentiméternyi anyaguk 20-100 milliószor nehezebb lehet, mint a víz. A csillagászok szerint egyedül a tejútrendszerben akár 5 millió létezhet belőlük, de csak néhány százat azonosítottak. Amikor egy csillag eléri életének végét, különböző utakon fejezheti belétezését, ahogy elfogy a belső fűtőanyaguk, szuperóriás csillagokká váloznak, amelyek sokkal nagyobbak, mint a vörös óriás. A csillag egy óriási robbanás formájában szétveti a csillagot, ez a szupernóva robbanás. Az ilyen csillag egy ideig sok milliárdszor fényesebben ragyog, mint a nap. 1987. februárjában a Földről szabad szemmel is látható volt egy szupernóva a szomszédos galaxisban 383 éve. Ez volt az első szabad szemmel is látható szupernova. A szupernova állapot után a csillagból, eredeti tömegétől függően egy neutroncsillagnak nevezett kis test maradhat vissza, ennek átmérője csak néhány tíz kilométer és egymás mellé tömörülő neutronokból áll, így sűrűsége még a fehér törpékénél is sokkal nagyobb. Néhány szupernóva magja olyan erővel omlik össze, hogy az anyag szó szerint megszűnik létezni. Ami marad, az az űr egy része hatalmas gravitációval. Ennek mértéke olyan nagy, hogy semmi, még a fény sem vonhatja ki magát belőle. Ezt a területet fekete lyuknak nevezzük. A csillagok születése és halála folyamatos körforgást alkot a világegyetemben, az új csillagok a régi elpusztult csillagok anyagából keletkeznek, így biztosítva az univerzum állandó megújulását és fejlődését. Ez a körforgás teszi lehetővé, hogy a világegyetem folyamatosan változzon, és új struktúrák jöjjenek létre benne, miközben a régi rendszerek átalakulnak vagy megszűnnek. Galaxisok és csillagrendszerek a világegyetemben. A rendszer, amelynek a mi naprendszerünk is része, egy hatalmas forgókorong, amely leginkább egy káprázatos tányérhoz hasonlítható körülbelül 100 milliárd csillagot tartalmaz magában, és a nap ennek a gigantikus rendszernek a szélén helyezkedik el, mint egy 25 ezer fényévnyire a központi magtól. A napnak megközelítőleg 250 millió évre van szüksége ahhoz, hogy a galaxis középpontja körüli keringési pályáját egyszer befussa. A galaxisok különböző típusait a csillagászok gondosan kategorizálták, az első csoportba tartoznak az elliptikus galaxisok, mint például az M87 óriás elliptikus galaxis, amely szinte kizárólag gázból és porból áll. A második típus a sombrero köd néven ismert spirális galaxis, amely kevés gázt vagy port tartalmaz. A harmadik kategóriába sorolhatók a szabályos spirális galaxisok, amelyek szerkezete a szorosan felcsavarodott karokkal hasonló a mi galaxisunkhoz. Végül léteznek különleges spirális galaxisok is, amelyek a gravitáció hatására deformálódtak. A csillagászok a csillagok helyét a csillagképekhez viszonyítva állapítják meg. A csillagkép vagy konstelláció olyan csillagcsoport, amelyet az éjszakai égbolton egy meghatározott részen láthatunk, egyes tagjai azonban nem feltétlenül vannak egymáshoz közel a térben. Az egyik legismertebb csillagkép az Orion, amelynek legfényesebb csillagai a vöröses színű Betelgeuse valamint a Rigel, a Bellatrix és a Theta Orionis. A világegyetemben a távolságokat fényévekben mérjük, ami azt a távolságot jelenti, amelyet a fény egy év alatt megtesz. A fény sebessége 300 ezer kilométer másodpercenként, ami általunk ismert legnagyobb sebesség. A csillagászok a fényévet használják távolságmértéként, vagyis azt a távolságot, amelyet a fény egy év alatt megtesz, ez körülbelül 9,5 billió kilométer. A legközelebbi csillag a Proxima Centauri 4,3 fényévnyire található. Hogy a galaxisok tőlünk és egymástól távolodnak, úgy tűnik, mintha a világegyetem állandóan tágulna, ezért hozakodtak elő a csillagászok az ősrobbanás elméletével. A modern megfigyelőeszközök, mint például a Hubble űrteleszkóp lehetővé teszik számunkra, hogy egyre mélyebbre lássunk a kozmoszba, a Hubble űrtávcső által készített képen látható központi objektum az 1987, a Supernova, egy tőlünk mintegy 170 ezer fényévnyire lévő csillag, amely 1987-ben robbant fel. A rádioteleszkópok új korszakot nyitottak a csillagászati megfigyelésekben. Az új Mexikóban található parabola tükrök sorozata olyan égitestek által kibocsátott rádióhullámokat fog fel, amelyeket más módon nem tudnánk észlelni, ezek az eszközök lehetővé teszik számunkra, hogy olyan távoli objektumokat is megfigyeljünk, amelyekről a fény több milliárd év alatt ér el hozzánk. Így tulajdonképpen a múltba tekintünk vissza, amikor ezeket az égitesteket vizsgáljuk. A modern csillagászat eszközei és felfedezései. A csillagászat tudománya hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évszázadokban. A 18. században még olyan elképzelések uralkodtak, mint a geocentrikus világkép, amely szerint a Föld áll a középpontban, és körülötte keringenek a bolygók és a csillagok szférája. Ez a felfogás egészen az újkorig tartotta magát, míg nem a modern megfigyelőeszközök és elméletek gyökeresen megváltoztatták világképünket. A modern csillagászat egyik legfontosabb eszköze a Hubble űrtávcső, amelyet 1990-ben bocsátottak fel, ez a 2,4 méter átmérőjű tükörrel felszerelt teleszkóp forradalmasította az univerzumról alkotott képünket, a Hubble segítségével olyan távoli objektumokat is megfigyelhetünk, amelyeket a földi teleszkópokkal soha nem láthatnánk. Az űrtávcső által készített képek között szerepel az 1987 a Supernova is, egy olyan csillag, amely mintegy 170 ezer fényévnyire található tőlünk. A rádiócsillagászat szintén új dimenziókat nyitott meg az univerzum kutatásában, az új Mexikóban található parabola tükrök sorozata olyan égi testek által kibocsátott rádióhullámokat fog fel, amelyeket más módon nem tudnánk észlelni, különösen érdekes felfedezések a pulzárok, amelyek rendszeresen ismétlődő rádióhullámokat bocsátanak ki, a megfigyelések szerint ezek valószínűleg neutroncsillagok, olyan rendkívül sűrű égi testek, amelyek egy szupernóva robbanás után maradnak vissza. A csillagászok ma már nem csak a látható fényt használják megfigyeléseikhez. A modern űrtávcsövek képesek az infravörös, az ultraibolya és a röntgensugárzás észlelésére is. Az egyik legérdekesebb felfedezés a Cygnus X1, egy olyan kettős csillagrendszer, amely erős röntgensugárzást bocsát ki. A tudósok feltételezése szerint az egyik csillaganyaga spirális pályán belehullik egy fekete lyukba, és ez okozza a megfigyelt jelenséget. Az új technológiák lehetővé tették a galaxisok részletesebb tanulmányozását is. A galaxisok különböző típusait ma már pontosan tudjuk kategorizálni. Az M87 óriás elliptikus galaxis például szinte kizárólag gázból és porból áll. Míg a Sombrero köd néven ismert spirális galaxis kevés gázt vagy port tartalmaz, ami tejútrendszerünk egy szabályos spirális galaxis, amelynek szerkezete szorosan felcsavarodott karokkal rendelkezik, a modern megfigyelések azt mutatják, hogy a világegyetem folyamatosan tágul, a galaxisok egymástól és tőlünk is távolodnak, ami alátámasztja az ősrobbanás elméletét. A Nyílt Világegyetem elképzelése szerint ez a tágulás egészen addig folytatódik, amíg az összes csillag és galaxis meg nem hal, és az összes energia szét nem szóródik. A Zárt Világegyetem felfogása szerint viszont egyszer csak újra zsugorodni kezd, végül olyan eseményekig jutva el, amelyek az ősrobbanás ellentétét a Nagy Recsre nevezték el. Köszönöm a figyelmed! Ha tetszett a videó és szeretnéd támogatni a munkám, ne felejts el feliratkozni, lájkolni és fontold meg a csatornatagságot is. Ezekkel a kis lépésekkel te is hozzájárulsz ahhoz, hogy több hasonló tartalom születhessen. Kérlek, tekints meg a kófi linket a videó leírásában. Köszönöm a támogatásod!